Sziasztok! Ebben a videóban egy nagyon érzékeny témát fogok érinteni, és nagyon szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy akinek nincs, akinek van inge, jó, akinek nem inge, ne vegye magára. Bazd meg, ne a gameplayre figyelj, hanem arra, amit mondok. Régóta szerettem volna megcsinálni ezt a videót, de valahogy soha nem jutottam el oda, hogy ezt mégis tegyem, mert ez egy nagyon kényes téma. Mivel valahogy elkerült a figyelmemet ez az abnormális gondolkodásmód, amit a mai napig alkalmaznak a nem heterók. Jó, a transzexuálisok meg heterók, de nem tudom mi a gyűjtőneve ennek az egésznek. Tisztázzuk le a legelején. Nem vagyok homofób, nincs bajom a melegekkel, transzexuálisokkal, a biszexuálisokkal, metroszexuálisokkal, trolibuszexuálisokkal, de egy viselkedési móddal és felfogással van. Mit jelent homoszexuálisnak lenni? Azonos nemhez vonzódni. Rendben van. De nekem itt személy szerint azzal van a problémám, hogy az emberek nem genetikai vagy hormonális hatás alapján döntik el, hogy azok akarnak lenni, hanem azért, mert divat. Na most jön az a rész, hogy mindenki elkönyvelt engem kötekedő rasszistának, de hallgassatok, légy szíves tovább. Legyen. Válasszák ezt az emberek. De ez nem csak erről szól sajnos, hanem igazán arról, hogy a világ felé is azt mutatják, hogy ők azok. Nem elég sajnos a létük, kivívják maguknak a figyelmet látványosan. És hogy ez engem miért zavar? Mert a tévében ezt vetítik. Most egy Facebook posztot fogok mondhatni, lekoppintani, de komolyan bazd meg, nem nézhetik a gyerekek azt, hogy a dohányboltban cigi van. Ennek ellenére, hogy minden nap ezt látják a felnőtteknek a kezébe. De azt megnézhetik, hogy full mesztelenül vagy nagyon enyhe ruhadarabokkal felöltözve végig mennek tömegek bohócnak öltözve a fővároson. És komolyan. Valahol megértem azt a helyzetet, hogy küzdenek azért, hogy egyenragú emberek legyenek a heterókkal. Hát de bazd meg! Azok! Egyenragúak! És lehet én fogom fel ezt az egészet ilyen egyszerűen, de nem fogok lenézni más embert, mert más nemhez vonzódik. De egy olyan igen, aki folyamatosan szítja a feszültséget, meg látványosan kínlódik Facebookon, hogy figyeljenek rá, mert ő más. Őrizze meg mindenki az emberi méltóságát. A magyarok többsége elég durván rasszista. De most komolyan, ezzel jobb lesz? Ettől kevésbé lesznek? Felvonulással? Szerintem sokkal jobban. Én személy szerint azokat sajnálom, akik tök nyugisan megvannak melegként és boldogok, aztán jönnek a gyökérverebek, akik látványoskodva kavarják a feszültséget, és ezek miatt, a marhák miatt lesznek negatívan megítélve a normális melegek. Melegnek lenni nem szégyen, de nem is büszkeség. A magánéletnek úgy gondolom, hogy a magánlakásokban van a helye. Szerintem tudni kéne megőrizni az emberi méltóságot és tapintatosnak lenni, mert ezt nem mindenki kívánja látni. És nem kell azzal jönni, hogy fogadjuk el. Nem kötelességünk ezt, még egyszer mondom, ezt elfogadni. Ugyanaz, mint a cigányság. Nagyon kevés normális dolgozó van, de mindenki utálja őket csak azért, mert a többség bűnözik. Példának még mondhatom, hogy ha valaki Facebook riboncokat szidja, akkor nem a lányokat szidja ezzel. Ez nem személyes támadás, ez a véleményem erről. És azért zavar, hogy levetítik ezt a tévében, mert úgy gondolom, hogy a kisgyerekeknek, akik ülnek a tévé előtt, nem ezt kell látniuk. Házasodjanak a melegek, kit érdekel, de örökbe fogadni egy gyereket, semmiképp. És nem azért, mert melegek és nem lennének képesek felnevelni, hanem mert ilyenkor gondolni kell a gyerekre is. Az egész életét tönkre teheti. Képzeld el, hogy egy kisfiút egész életében bántanak, mert két apja van. Meg anyák napjára az egyik apja kapja az ajándékot. Tökre megalázó. Aki meleg, az fogadja el, hogy ez ezzel jár. Meg most két apával a gyereknek nem is adnak választást. Ebben nő fel, neki ez lesz normális. Nem tudja eldönteni, hogy akkor most mi legyen, de számomra ez akkor se normális. Tapintatosság kellene a gyerek felé. Akinek meg ez nem tetszik, annak azt tudom mondani, hogy ez Magyarország. Tudja a fene, hogy lehet-e házasodni, meg mit lehet és mit nem, de még ez Magyarország, addig itt ezek a törvények érvényesek, és ha valakinek ez nem tetszik, még ezek után is fel akar vonulni, akkor go Anglia, ott megengedik. Nem éltem abban a korban, amiben a szüleink. Akkor is voltak melegek, de nem ennyien, és nem látványoskodtak. Elnyomásban éltek, ugyanúgy, mint amúgy mindenki más, aki nem meleg, de így is emberi módon kezelték őket, mert nem azt a színvonalat hozták, amit a mai napig hoznak a melegek. Én haláljól elszórakoztam azon, hogy Hassao és az Owen McKendry beszélget egy olyan emberrel, aki már szerepelt az egyik videómban,
Már csak azért is, mert pontosan azt a viselkedést mutatja a világ felé, amiről amúgy is beszéltem az előbb. Meg lehetne ismerni szerény személyét, csak sajnos ha megemlítem ebbe a videóba, úgy járok, mint ők. A videók le lettek törölve, mert hogy 40 raportot kaptak más nem identitás emberektől, holott egy tökre korrekt és normális beszélgetést hallottunk a két videós felől. Sajnálatos módon, ha valaki megalázza magát erotikus képekkel és gyerekes viselkedéssel, és felkeres full random egy videóst azzal, hogy kurva anyját halljon meg még minden indok nélkül a szülei is, családja, barátnője, akkor utána ne burkolózzon azzal, hogy azért küldik el a kurva anyjába, mert hogy ő más. Egyből jönnek a személyi jogsértések és homoszexualitás elítélése vádak. Nem kell kavarni a szart. Csinálsz egy butaságot, egy borzalmasan nagy undorító butaságot, kedves művész neveden ismert jabokú, és utána arra hivatkozol, hogy téged elítélnek és bántanak, mert buzi vagy. Nem meleg, hanem buzi. Mert ez a különbség közted és a normális homoszexuálisok között. Te egy féreg vagy, és mások szívnak miattad. Csomó nem identitás létezik már, mint az előbb fel is soroltam, de van, ami mellett nem tudok elsiklani. Genderfluid, vagy genderfluid, vagy fasz se tudja mi, hogy ejtik. De bazd meg. Tehát vannak, akik más nemhez vonzódnak. Vannak, akik azonos nemhez, vannak, akik mindkettőhöz. Rendben van. Vannak, akik ellenkező nemként akarnak kinézni, és van bazd meg az az ember, vagy emberek, akik hétfőn transzexuálisok, kedden melegek, szerdán leszbikusok, csütörtök a heterók, és ez minden áldott nap változik. Na ezt nem. Ilyen nincs. Ilyen nem létezik. Ez nem egy nem identitás, ez egy kibaszott nagy fasság. Szeretném, a tanulságos videó lenne ez mindenki felé, és nem ártana, ha nem ítélnénk el olyan embereket, akik tényleg nem érdemlik meg. Mindenki hoz életében egy döntést, ami csak rá tartozik, és nem bírálhatja mást. Ezért én úgy döntöttem, én is meghozom ezt a döntést, és rasszista leszek. Fire.